Sziasztok! Ma este köszönt be Pészach ünnep utolsó két napja. Ugyanígy, mint minden más ünnepen, fogadni fogunk az ünnepet, gyertyagyújtással. Ma este is, holnap este is meggyűjtünk a gyertyát. A gyertyára egy áldást mondjuk, a Hadlik Nér, Shad Yom Tov, hogy megparancsolt minket meggyűjteni a gyertyát. A második áldás elmaradt. Ugye az ünnep elején mondtunk a második áldásként, elmondtunk a Sehiyánnak. Áldod vagy töréke valaki, hogy aki megadta nekünk, hogy megéljünk ezt a napot. Most már ez nem hangzik el. Miért nem? A válasz erre az, hogy az ünnep már 6 nappal ezelőtt kezdődött, a Pészach az már nem új. Ha nem új, akkor nem lehet hirtelen még egyszer mondani az áldást. Ó, hálát adok neked, örökké való, hogy megéltünk ezt az ünnepet. Az ünnep már itt van 6 napig. Ennél egy mélyebb, kabbalisztikus magyarázatot mondott az előző Lubavitcher Rebbe. Azt mondta, hogy Pészachkor ünnepeljük az egyiptomi kivonulást a rabszolgaság után. Az volt az első megváltás, amikor a zsidó nép szabadult. Azután, az ünnep utolsó napjain, akkor ünnepeljük már a jövőt, vagyis a nagy megváltás, a Mesiás eljövetelét. De erre nem lehet mondani Sehiyánnak, hogy megéltük ezt a napot, mert a Mesiás még nem jött el. És ezért csak egy áldás hangzik el a gyertyagyújtásra, ugyanígy a kiddusban is szintén elmarad a Sehiyán. Mi a tanítás ebben? A tanítás ebben az, hogy azt akarjuk, hogy tudjuk mondani Sehiyánot, azt akarunk, hogy a Mesiás minél előbb eljöjjön, akkor azt kell, hogy legyen a saját életünkben is, legyen a megváltás, legyen a szabadulás Egyiptomból, Mitzrayimból, hogy lépésről győzzük le minden akadályt, ami nehezíti nekünk a zsidóságot és a micvak gyakorlását. Ha a saját életünkben lesz egyiptomi kivonulás, Yetziat Mitzrayim, akkor hamarosan meg lesz a Mesiás eljövetele is, és fogunk tudni mondani arra is a Sehiyán, hogy hál' Isten megéltük ezt a napot. Az ünnep még egy dolog kapcsolódik, csütörtökön, az ünnep utolsó napján kellene mondani a maszkírt, amikor felidézünk az elhunyt rokonaink emlékét. Tehát sajnos nem lesz zsinagógai gyülekezés a világjárvány miatt, de mindenképpen kérem, hogy mindenki mondjon el otthon magában a maszkírt, ezt a Sámuel imája, a zsidó imakönyvben 349. oldalon található, körülbelül délben, ahogy mindig is szoktunk. A közösségi maszkírra meghívom mindenkit, jöjjetek el Facebookra, csütörtökön este az ünnep kimenete után 9 órakor a zsidó.com, illetve Budapesti Talmud Egylet oldalán, ott fogunk együtt elmondani a közösségi maszkírt. Guti Antöf, Chag Sameach, boldog ünnepet kívánok mindenkinek!